Sziasztok! Csonti vagyok, június 20-a csütörtök van, ez pedig egy újabb játékhír összefoglaló lesz. Mint mindig, most is megtalálható majd minden egyes hírrel kapcsolatos link a videó leírásában. Első hírem a mai napra, az Xbox-szal kapcsolatos, még mindig a konzolok, nem hiszem el. Na de, lássuk miről van szó. A múlt héten, amikor is a Sony a PlayStation 4 bejelentésekkel szó szerint a földbe döngölte a Microsoftot az Xbox-szal, amikor következők voltak, $100, illetve euróval olcsóbb lesz, hogy nem kell hozzá online játszanod. Akár offline is játszhatsz minden játékot, az a használt játék támogatás. Magyarán szóval te megvettél egy játékot, azt utána tartsd meg, add el megint, add kölcsön a haveroknak, vagy cseréld el, akivel akarod. És mindezekkel arra sarkalták a Microsoftot, hogy talán nem állt egy kicsit felül gondolni, hogy biztos jó lesz, hogyha így dobjuk piacra az Xboxot, mert talán nem fogják annyian megvenni, mint ahogy terveztük volna. És csodák csodája, győzött a nép akarat, az Xbox nemrég egy új sajtónyilatkozatban a következő bejelentéseket tette, amik közül hármat emelnék ki. 1. Nem kell állandó internet kapcsolat az Xboxhoz, csupán legelőször, amikor feltelepíted, installálod úgymond az Xboxot. Aztán nem fog 24 óránként felkövetelőzni a gyerkőt az internetre. Magyarán szólva tudsz offline játszani a játékokkal, amennyit csak akarsz, és nem kell 24 óránként internet kapcsolat. És harmadrészt említették, hogy terveznek használt játék csereverét és kereskedelmi funkciót a rendszerbe, de erről még bőven információkat nem adtak közre, minden esetre terveznek egy ilyet is, hogy a PlayStation-nel tartani tudják a versenyt. Na, ez egy nagyon jó bejelentés, és mutatja, hogy a Microsoft igenis figyel a leendő vásárlóinak a visszajelzéseire, és szerintem azért a játékeladók és játékkiadóknak is a nyomása is érezhető itt, ugyanis, hogyha nem vennék meg annyian az Xboxot, minek fejlesztenek rá, vagy minek árulják egyáltalán, úgyhogy a pénz szava döntött, illetve a vásárlói akarat ez ügyben. Így azért már sokkal szimpatikusabb ez az Xbox, nem de? Aztán itt a nyár és a kánikula mellé nagyon jó játékakciók vannak. A goodoldgames.com-on például most nyári vásár van, úgyhogy számos régi és nem túl régi játékot lehet beszerezni, mindegyik DRM free, tehát abszolút lehet csereberélni és egyszer letöltöd és annyiszor és odarakod fel, ahova szeretnéd a programot, és azért nagyon jó kis játékok, ember járon beszerezhetőek itt, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy nézzen szét az oldalon, amit a Facebookon is linkeltem pár nappal ezelőtt. Hamarosan szerintem a Steam nyári vásár is elindul majd, ahol szintén töménytelen mennyiségű játék lesz elérhető, igen kedvező áram napokon keresztül. Úgyhogy érdemes ezeket nyomon követni majd. Végezetül pedig a csatornával kapcsolatban a Don't Starve-nak a következő epizódjával felraktam egy szavazást a Facebook oldalra, aminek alapján a következő epizódot a ti szavazataitok fogják meghatározni, úgyhogy ha még nem szavaztatok, látogassatok el a Facebookra, és mondjátok meg, hogy a következő epizód az miről szóljon. Még egy kicsit hagyom a szavazatot, mielőtt leforgatnám a következő részt, de addig is most egy ideig próbálom egy kicsit izgalmasabbá tenni a részeket. Ugyancsak az oldallal kapcsolatos, illetve a csatornával kapcsolatos hír, hogy most már lett egy Google Plus fiókja is, kötelező jelleg a csatornának, ugyan nemrég a YouTube és a Google bevezette ezt a módosítást, hogy kötelezően minden YouTube partnernek, illetve csatornának kell legyen egy Google Plus fiókja is, úgyhogy én sem maradhattam ki a dologból, úgyhogy aki szereti a Google Plus-t, most már ott is követheti a csatornát. Azt nem ígérem, hogy eleinte nagyon aktív leszek ott, csak a videókat fogom automatikusan posztolni, úgyhogy aki a videók miatt aggódik, akkor nem fogott lemaradni semmiről, viszont mivel annyit értek a Google Plus-hoz, mint lyuk az ABC-hez egyelőre, ezért nem garantálom, hogy így a kezdeti időben nagyon aktív leszek ott, de majd igyekszem. Na, ennyi lett volna a hír összefoglaló a mai napra, illetve a hétre. Nagyon sok minden nem történt, itt a nyár, uborka szezon, de ettől függetlenül remélem hasznosnak és élvezetesnek találtátok. Amint lesznek újabb híreim, ismét jelentkezek, addig is mindenkinek kellemes nyarat és jó játékot kívánok. Sziasztok!